Ravasz László, cseresznye virág. Láttam egyszer egy furcsa, de nagyon szép japán képet. Azt a gondolatot ábrázolta, amit egy finom domborművön kikalapálva láttam. Hogyan lehet virágos cseresznyefaággal ördögöt tűzni? Képzeljünk el egy szobát, ahol mindenféle ember ül. Fiatal, öreg, asszony és gyermek. Az életnek különféle jelenetei játszódnak le. Azt lehetne mondani az egészre, ez a mindennapi világ. A képen elbújtatva ezer kis ördög leskelődik úgy, hogy csak gondos megfigyelés után lehet őket észrevenni. Mindenütt ott vannak, mindent megszálltak, az egész élet tele van velük. Úgy érezzük, hogy soha ki nem lehet írtani őket. De hirtelen beperdül néhány fiatal lány, kezükben virágos cseresznyefaággal, s megkezdődik a nagy takarítás. A cseresznyefa csapásaira fejvesztetten menekülnek a gonosz manuk, mert nem tudják elviselni azt a borzasztó fájdalmat, amit a virágos cseresznyefák ütése okoz. A látottakra az egyetlen magyarázat az, ha a virágos cseresznyefágon a jóságot értjük. A jóság az, ami ezt a világot szebbé teszi, meggyógyítja, ártó hatalmait elűzi, felszabadítja a rontás alól. A jóság a legnagyobb hatalom az egész világon. Minden ártó hatalom felett diadalmaskodni tud, mert megtanult megbocsájtani. A jóság az, ami összefog, közösséget alkot és meghódítja a szíveket. Nemzetközi nyelv, amelyet mindenki megért. Az egyetlen gazdagság, amely annál nagyobb lesz, minél inkább tékozolja valaki. Ebből következik, hogy ti kibeszélhetetlenül gazdagok, erősek és csodatévők vagytok, ha tudtok jók lenni. Nincs a világnak az a fejedelme, aki úgy meg tudná jutalmazni édesapátokat, édesanyátokat, mint ti, ha sokkal jobbak lesztek, mint eddig voltatok. Akármilyen nehéz és borús az élet, az ilyen hajlékban egyszer kisüt a nap, felderülnek az arcok. Így lehet a jóság olyan, mint a japán kép virágos cseresznyefaága. Megtisztítja a testünket, a ruhánkat, a hajlékunkat, sőt a világot is, mert megtisztítja a lelkünket. Kell-e azt mondanunk, hogy a mi mostani szegény Magyarországunk olyan, mint az előbb említett japán szoba? Akármerre nézzünk, mindenütt rontás, gyűlölet, gond, gyötrelem rejtőzik. Ki kell tisztítani jósággal, csodatévő cseresznyefákkal. Ez az ág a ti kezetekben van. Köszönjük.